Mióta kézilabdázol? 12 éves koromban kezdtem el, meg általános iskolában. Nem gondolkodtam másban, akkor csak a sport volt a fejemben. És igazából csak reggel délben este, amikor testnős alámos volt, akkor sok a kézilabda volt, hazamentem, más választásom nem volt, mert ott pedig aztán meg kellett ülni és tanulni kellett, mert a kevés szabadidő mellett de elég nehéz volt az iskolában és a tanulás, úgyhogy hazamentem, akkor csak arra volt időm meg, hogy a leszkémet megcsináljam. És már ott a kapuba kerültél, vagy pedig az később dőlt el? Na ez egy jó sztori, de igazából a saját korosztályban elég magas voltam. Ugyanaz a vehemens gyerek voltam, aki minden fiatal, hogy egyből gólt szeretne lőni, úgyhogy ahogy labdát kaptam, lőttem kapura, nem igazán volt a csapatjáték a szempontom. És nekem, hogy is volt a fél idejében, nem volt másik kapus, és akkor beálltam, a többiek meg azért beszélgettek ott az edzővel. És a másik fél már egy rosszul állt az eredmény, és akkor mondta, hogy mit csináljak, hogy nem véd semmit a másik kapus, és akkor mondta, többiek mondták, hogy Nádi a fél időben benn volt, szóval tök jól mozgott, és akkor betettek, azért megfogtam mindent, és megnyertük a mérkőzést, és akkor na, megtaláltuk a helyedet, onnantól ezzel maradtam a kapuban. Gyerekeidhez, hogy ragaszkodsz ahhoz, hogy kézilabdázzanak, vagy hogy egyáltalán sportoljanak, vagy így rájuk hagyod? A sportoláshoz ragaszkodom, igen, tehát az nagyon fontos szerintem mindenkinek a szempontjából, de nem kötelezem rá azt, hogy kézilabdázzanak. Ami kötelező volt neki kiskoruk volt az úszás. Két éves kora óta elkezdtem mind a kettő a nagyobbik, két nagyobbik, a kicsi az most lesz már kettő, úgyhogy jövőre őnek is el kell kezdeni. Úgyhogy ez az, amit nagyon fontosnak tartok mind a három gyerekemnek, és a kettő ezt már el is sajátította, de igazából a nagyobbikat azt le se lehetett beszélni, hiszen kiskorolta úgy nevelkedett, hogy kézilabdapálya mellett. Most nem akarom bizonyos fényezni, de iszonyat. Tehát most saját korosztályban, nem is a saját korosztályban nem lesen lehet emlegetni olyan, hogy első emeletem van, a többiek ő a tizediken van. Tehát ő 2003 születésű, és a 2001-esek közt játszik. Két sportágon van, amit nem szeretek, és azt nem is tudom csinálni. Az egyik a kosárlabda, azt kimondottan utálom. Ja, tenisz. Tenisz az amíg úgy érzem, hogy nem. Tehát abban is azért jól visszatom, de nem olyan, mint ami, mert nem szeretem. De ezen kívül bármi, tehát minden, amit csak a kezembe adtak abban a pillanatban, és ehhez megint csak kell egy olyan ember, hogy legyen valami érzéke ezekhez. Nagyobbik fiad az, ő is kapus vagy, ő mezőnyjátékos? Egyik se akar beállni a kapuba, de viszont ha beállni a kapuba, a tipikus mozgásomat ezt ugyanúgy lemásolták, tehát meg le se lehetne, nem lehetne elmondani, hogy nem az én fiam bármelyikről, de a kapuban szó se lehet azt, hogy egyik se akar beállni, mindenket volt szeretne lőni, rúgni. És nem volt benned soha olyan gondolat, hogy abba hagyd, vagy felad? Az azt a szót én nem ismerem, de hát én inkább úgy vagyok, hogy addig szeretném ezt csinálni, ameddig csak lehet. Tehát mondjuk kapusok egy picit tovább tudják húzni, de én szeretném is ezt jó sokáig, hiszen nagyon élvezem nem csak a mérkőzéseket, hanem az edzéseket is, és ez az életem, tehát erre tettem fel, és ezt nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy eszembe jön, hogy ezt feladjam. Sőt, ezen gondolkodom, mi lesz, hogyha majd nem tudok ennyire profi lenni, hogy akkor se szeretném abba, hogy nem szeretném szép lassan úgy levezetni, hogy talán kisebb osztályokban, de még mindig játszani. Mit tanácsolsz fiatalabb kapusoknak, hogy tartsanak ki, és hogy juthatnak el odáig, ameddig te? Sok munkával. Még több munkával. Hát igazából az egész a kitartáson múlik, hogy tényleg, hogy nem szabad az, hogy ne szeresd ezt a kézilabdát, mert hogyha tényleg egy idő után meg tudod unni, akkor nem is tudsz nagy játékos lenni. Nekem soha egy perc, pillanatnyi perc nem volt az életemben, amikor azt mondtam, hogy ez már sok. Én imádtam edzésre járni, mi akkor is, hogy a napi áram volt, és szerintem ez a legfontosabb.